Mai adásunk első felében a házasság hete múlt héten lezajlott országos rendezvénysorozata apropóján a három generációs Gerber család két hölgytagját látjuk vendégül stúdiónkban. Akik, ahogy családtörténetükből is kiderül, mélyen elkötelezettek a házasság intézménye mellett. A Farsanghavában vagyunk. A műsor második részének vendége Földi Andrea jelmeztervező segítségével azoknak a szülőknek próbálunk segíteni, akik tanástalanok abban, miként tudnak gyorsan mutatós jelmezt varázsolni gyermeküknek. Üdvözlöm első vendégeinket stúdiónkban, Gerber Alajosné Mártát. Köszönöm. És Gerber Gáborné Zsuzsát. Én is üdvözlöm a nézőinket. Először Márta kedveshez fordulnék. Mióta házasok önök? Hát most már 55 éve vagyunk házasok, igen. De hogyha számolom, akkor 62 éve ismerjük egymást. 62 éve? Hihetetlen. Igen, 7 éves udvarlás volt előtte. És hogy tudja összetartani ezt a fantasztikus generációt, Márta kedves? Hát ez nagyon jó, és nagyon aranyosak, úgyhogy nagyon szeretünk együtt lenni, és sokat is vagyunk együtt. Hála Isten, úgy alakult az életünk, hogy mind egy helyen lakunk, ugye, itt Kis-Újpesten, és közel egymáshoz. 12 unokánk van, és a férjem azt nagyon jól összefogta őket évekig. Vasárnaponként, délelőtt mindig jöttek nagy beszélgetésekre. Én csináltam nekik a reggelit, és akkor utána bevonultak, és megbeszélték az eseményeket. Úgyhogy ez egy nagyon összefogó kapocs volt. És hát elég sokat vagyunk, a nagy ünnepeken mindig együtt vagyunk. Hát most már 22-en, mert már van két házas unokánk. Úgyhogy ez nagyon jó érzés. És a családnak hogy meséli el, hogyan ismerkedett meg Alajossal, Lojzi hát, bácsival? Én úgy ismerkedtem meg, hogy én Gerber Alajos fogtechnikai laboratóriumába kerültem tanulónak. Igen. Alajosnak az édesapja volt. Igen. Igen. És hát én ott tanultam, de én nem is tudtam, hogy ott van egy Alajos nevű fiú, mert a bátyával dolgoztam. Meg van egy nővére, és az is fogtechnikus volt. Mindannyian fogtechnikusok voltak. Mindannyian, igen. És hát két évig nem is tudtunk egymásról. Úgyhogy aztán, mert ő Vácra járt gimnáziumba, és mikor érettség után nem vették föl az egyetemre, akkor került be a laboratóriumba ő is segítgetni, de közben elment gyári munkásnak, anyagtologatónak, uh-huh. Aztán egy évig közörtes is volt, és hát aztán így ismerkedtünk meg, egyszer meghívott engem egy munkácsi kiállításra, és én elmentem, és így kezdődött a dolog. Úgyhogy aztán úgy volt, hogy két évig elmegy katonának, és összeházasodunk. De hát aztán fellebbezéssel fölvették az egyetemre, és így nem lett katona, hanem 5 évig egyetem. És én nagyon bánatos voltam. Hogy nem lett katona? Nem volt esküvő. Mert akkor azt mondta, hogy akkor elvégzi az egyetemet, és akkor utána. Hát ugye ez egy lánynak, mikor már alig vártam, de tulajdonképpen ez egy olyan csodálatos időszak volt. Az egyetemen volt egy jó kis társaságunk, ugye, saját, ugyanazok az emberek, és nagyon sokat, nem ezzel a mai szóval, hogy bulisztunk, hanem kirándultunk, táboroztunk, és akkor hát a családoknál ugye ott táncoltunk, meg hát ez a mai szóval buli tulajdonképpen. Úgyhogy nagyon sajnáltam volna, hogyha ez az idő elment volna. Tehát, hogyha összeházasodtunk volna. 2 év múlva. Igen. Így mert lett az, 7 mert, év belőle. Igen. Igen. Mert az azért, az már akkor egy más dolog, ugye, akkor az embernek már más kötelességei vannak. Így meg hát szabadon mozogtunk. Úgyhogy akkor nem éreztük, hogy szegények vagyunk, meg nincs semmink, mint a mai gyerekeknek, már mindenük megvan. De rengeteget
kirándultunk, akkor jártunk múzeumokba, színházba, moziba, mindent megbeszéltünk, nagyon sokat olvastunk. És rengeteget beszéltünk, úgyhogy mi nagyon készültünk tulajdonképpen a házasságra. Körülnéztünk az ismerőseinknél, megfigyeltük, hogy mi a jó náluk, és mi a rossz, mit vegyünk át, mit változtassunk. Úgyhogy erre nagyon komolyan készültünk. És ezt mindig meg is tudták így beszélni, hogy mondjuk valami az egyik ismerősnél nem volt jó. Így van, igen, igen. Nagyon sokat beszélgettünk. Nagyon sokat. Nem beszélve arról, hogy a férjem egyszer meglepett egy olyan könyvvel, hogy a jó feleség. Azt most az unokámnak kölcsön adtam, nem is tudom, hogy elolvasta. Valószínűleg. Úgyhogy így készültünk. És hála Isten, nagyon jól sikerült. Hát a másik meg az ő fogorvos lett. Én meg fogtechnikus voltam, és ahogy elkezdtük a rendelést, azt mindig közösen csináltuk, hogy vagy 45 évig együtt dolgoztunk. Én asszisztáltam neki, és ő meg az otthoni rendelőbe persze. És tulajdonképpen ez a titka a jó házasság? Nem tudom, nem tudom. Mindent együtt csináltunk. Később elment és hát hitoktatott. Igen, és még most is csinálja. Igen. És hát tulajdonképpen néhai Molnár János atya őt nagyon behúzta a hitoktatásba, sőt később a táborozásba is, ugye, mert a voltál cserkész, nagyon értesz hozzá, és ezt mindig közösen csináltuk. Volt olyan év, 8 évig csináltuk, volt olyan év, hogy 2 tábort is csináltunk, a kisebbeknek, nagyobbaknak. Hát ez meg rengeteg időnket elvitt, mert előtte elmentünk, mindig megnéztük, hogy milyen programok lesznek, hova megyünk kirándulni, mit csinálunk a gyerekekkel. Úgyhogy az ott nagyon szabályosan ment a dolog. De hál' Isten nagyon jó volt, és akikkel úgy találkozunk a régiekkel, azok mind nagyon köszönik, és nagyon élvezték. És hát hány gyermekük van, Márta? Először az unokákkal csináltuk az unokatábort. Ja, unokatábor is unokatábort, igen. Olyan aranyosak voltak ott végig, igen, és úgyhogy már beleszoktunk, sőt, még a udvarlás idején mind a két, a sógornőmnek is, sógoromnak is 8-8 gyereke volt. Mi lemaradtunk a 3-mal. Önöknél 3 volt, és utána 8-8. Igen, és már azokat is vittük kirándulni. Egész kicsik voltak? Egész kicsik voltak, igen, igen. És akkor ez volt tulajdonképpen az unoka tábor. És utána volt az unoka tábor, és aztán jött a plébániai tábor, a hittanos tábor. Ezeket valószínűleg nyáron csinálták? Nyáron, nyáron. Igen, nyári színidőben. Hát, igen, igen. Úgyhogy nagyon sokat voltunk együtt, hát most meg a családdal, ugye, úgyhogy nagyon sokat jövünk össze, megbeszélünk mindent. Az unokák aranyosak, úgyhogy... Hány unoka van? 12. 12 unoka, csodálatos. És mindegyik jön, és mindegyikkel tudunk beszélgetni, programot csinálunk, igen. Karácsonykor, húsvétkor egyik-egyik nap, akkor az egész család ott van, akkor mi látjuk őket vendégül. És van akkora asztaluk? Úgy összetoljuk részletekbe. Igen. És hát aztán volt, amikor már kicsit fáradtak voltunk, és mondtuk, hogy hát most gyerekek talán nem, hát arról szó se lehet, nagymama, mert az csak így jó, hogy mi ide jövünk, és itt vagyunk. Úgyhogy nagyon aranyosak, és hál' Isten. Hál' Isten, akik bejöttek a családba, azok is nagyon aranyosak. Nagyon szeretjük őket, ugyanazt csinálják, amit mi. Éppen Zsuzsához szerettem volna fordulni ez ügyben, aki bejött a családba, igaz? Igen. Igen. Én már hány éve? Hát 30 lesz, idén leszünk 30 éves házasok. Az is egy kerekszám. Igen. Nekem is van kötődésem a fogorvosi rendelőhöz, mármint a házasságunk kezdetéhez, ez a ismerettségünk kezdetéhez. Ugyan nem ott találkoztunk először, mert egy farsangi mulatságon találkoztam a férjemmel, Gerber Gáborral, de az első randink az igazából a fogorvosi rendelőben volt, mert egy fogtöméssel kezdődött, és az anyorsom volt, az akkor még csak jövendő anyorsom volt az asszisztens. Tehát ott találkoztunk így először. Az én családomban az édesapám, mi korán elvesztettük az édesapánkat, 4-en vagyunk lányok, egy korai betegség, hirtelen betegség során,
És ahogy így visszagondolok, felnőttként próbálom úgy felidézni, hogy milyen lehetett annak idején az ő házasságuk, az ugye más volt gyerekként figyelni, és más lenne most felnőttként. De ahogy így becsöppentem a Gáborék családjába, vagy ahogy megismerkedtünk, akkor nekem sok újat adott, tehát volt lehetőségem figyelni, hogy ők, mint férfeleség, hogyan viselkednek együtt. Nagyon sok volt a nevetés, a vidámság, a beszélgetés, és én nagyon sokat tanultam már így az együttjárásunk ideje alatt is tőlük, és hát mondhatom nyugodtan, hogy így példaképeim is tehát, amint voltak. Tehát nem az önök családjából tudta igazándiból meríteni, igen. Mivel édesapja korábban. Igen. Úgyhogy sokat tanultam tőlük, és hát azóta is jóba vagyunk, és én csak anyunak, nem is anyósomnak, anyunak szólítom, hiszen így egy nagy kerek családot alkotunk, mint ahogy mondta, hogy különösen az ünnepek és nyaralások, táborok alkalmával. Szokták kérdezni, hogy mi a titka, és hogy hogyan lehet megőrizni ezt a kapcsolatot. Mi a jó házasság titka? De tényleg, igen. Amiről már az anyu is mesélt, hogy először is, hogy jó alaposan megismerjük egymást, mielőtt összeházasodunk. Tehát nem kell elkapkodni például a házasságot? Nem kell egyáltalán. Én azt gondolom, hogy a fiataloknak, különösen most, hogy kitolódott ugye a házasság kötésnek a kora, ha egyáltalán kötnek házasságot a fiatalok, van lehetőség megismerni egymást. Gyakran gondot jelent számukra, hogy társat találjanak, és hogy mi az a közeg, ahol megtalálják a számukra hozzájuk illő partnert. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy közös időtöltése. Tehát egy olyan körben keresni a társat, ahol például egy sportkör, vagy egy kultúrkör, tehát amit közös hobbi útján megtalálhatjuk akár a társunkat, és hogy ezeket tényleg nem kell elkapkodni, ezeket a választásokat, mert van idő, lehetőség válogatni, és hogy ha viszont meg már együtt vagyunk, és összekötöttük az életünket, akkor továbbra is megtartani ezt a párbeszédet, a közös programokat, és különösen akkor, amikor már gyerekek megérkeznek, utána is maradjon idő egymásra, kettesben. Mert mi például tapasztaltuk ezt, hogy amikor ugye az első, a legidősebb gyerekünk megnősült, aztán volt egy fél éves időszak, amikor mind a három gyerekünk valahogy külföldön tanult. És hirtelen ketten maradtunk a férjemmel, és mind a ketten nagyon bele mélyedtünk a saját munkánkba, akkor kaptunk különféle megbízatásokat, és akkor éreztük, hogy kezdünk egy kicsit távolodni, és hogy oda kellett figyelni, hogy nem, azért még, hogy a gyerekek éppen akkor nincsenek otthon és kirepültek, azért nekünk továbbra is fontos ez a kapcsolat, és hogy találjunk közös időtöltéseket, amiket új kalandokat, új programokat, ami továbbra is érdekessé tartják a kapcsolatot. Tehát akkor, Zsuzsa, meg kell őriznünk az egymás iránti bizalmat, és a szeretetet. Az nagyon fontos. Talán ez a jó házasság titka, igen. Igaz? Igen. Köszönöm szépen, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük szépen. Köszönöm. Szervusz, kedves Andrea. Szervusz. Itt a farsang hava, ugye? A szülők félnek a jelmezkészítéstől, ezért inkább megvásárolnak silány darabokat, mint tudjuk. Én azt szeretném tőled kérdezni, hogy mit tudsz nekünk ajánlani, hogy ötletekkel álljunk elő, ötletes jelmezeket készítsünk el gyermekeinknek. Hol csináltál például legutóbb ilyet? Foglalkoztál gyerekekkel, úgy tudom? Igen. Hát most legutóbb, amit hoztam, az pont, amit legutóbb csináltunk, ez a Nemzeti Táncszínházban volt, és tütüt készítettek a kislányok. És ők megcsináltak a színes tütüket, de hogy amit most ezt megmutatom, és azt is meg tudjuk beszélni, hogy mit lehet még ebből csinálni, tehát hogy lehet felépíteni, hogyha már valaki csinált magának otthon egy tütüt, hogy abból még mit tud csinálni, milyen jelmez. Tehát többféle jelmez lehet belőle készíteni. Pontosan, igen. Tehát akkor ezt most megmutatnám, hogy kell csinálni. Először is akkor venni kell tült, ami azért elég sok méter áru boltban van. Körülbelül 140 széles tülből olyan 3 méter kell egy ilyen 7-8-9, egy ilyen kislánynak egy mondjuk. Kislány tütűnek. Igen. És akkor az azt jelenti, hogy ebből a 3 méterből 60 centiket levágunk. Uh-huh. Jaj, ki se férek el az asztalra. Segítsek? Csak annyi, hogy le tudjuk vágni 60 centit.
És egyébként nem kell nagyon pontosan, tehát akkor se történik semmi, hogyha ez most egy kicsit több, mint 60 centi, vagy kevesebb. Az a lényeg, hogy levágunk 60 centit, és utána ebből csíkokat vágunk. Hát tulajdonképpen be kell így egy kicsit rockáznni? Megnyitottam, tehát föltekerjük, igen, hogy ne kelljen, mert így is felvághatnánk a csíkokat, csak szerintem így gyorsabb. Hogyha föltekerjük, és például itt látod, nem is sér össze a két vége, meg lehet igazítani, de a tülbe az a jó, hogy igazából nem lehet hibázni. Tehát egy olyan anyag. És akkor elkezdünk csíkokat vágni belőle. Igazából felcsíkozzuk. Mondjuk ez itt a vége, ez már az utolsó csík, de ugye egy duplán volt hajtva. Hát egy kicsit már előkészítettem, hogy azért lehessen látni. Még egy szalag kell hozzá, igazából. Egy olyan körülbelül egy méter, és akkor most rajtad megmutatom. Nagyon jó lesz. És igazából ezt a gyerekek hosszú is meg tudják, igen, csinálni, és nagyon élvezik is. Így. Tehát, hogy igazából a szalagot, ami most már van egy pár tülcsik, azt felkötjük akkor a gyerek derekára. Egymásnak is tudják csinálni egyébként, még anyukával is, ne túl szorosan, hogy azért még lehessen. És akkor tulajdonképpen ez egy csomózás. Igen. Tehát, hogy félbehajtjuk a tült, és igazából csak rácsomózzuk. Ez nagyon így érdekes. Rácsomózzuk. Így? Pontosan. És akkor igazából ezt a 3 métert, ezt így rá kell tenni. Az erre a szalagra. Métert? Igen, igen, és ez körülbelül ki fog adni egy tütüt. Tehát igazából csomózgatni kell, és mondom, egy 6 éves kislám, egy óvodás meg tudja csinálni, egy nagy csoportos. De ez most már ki van próbálva. És úgy körülbelül 12 éves korig egy ilyen elég kihívásos feladat. Tehát azért úgy el vannak vele. Mire megértik. Igen, nagy a dereka. Hát igen, de hogy ez általában ez most már egy kipróbált mennyiség, uh-huh, és akkor gyakorlatilag lesz belőle egy ilyen tütünk körbe. És ez így, körülbelül így fog majd állni rajtuk. Pontosan, pontosan, igen, uh-huh, igen, igen. És akkor ebből utána erre lehet építkezni, lehet még mindenféle jelmezeket csinálni. Leveszem azért rólad, jó? Jó. Mutatok egy képet, ez egy alaptütő, igaz? Igen, mondjuk itt van egy ilyen tütő, amit most próbáltuk, vagyis amit most csinálni, próbáltuk megcsinálni, de most ugye nincs elég idő. Ebből például egy ilyen havai kislányt lehet csinálni. Itt már ugye a színe is kérdés, mert lehet akkor más színűt is venni, sőt igazából többféle csíkból is lehet csinálni, tehát nem kell feltétlenül egy színűnek lennie. Tehát lehet úgy venni, hogy mindenből mondjuk egy 20-at, és akkor mit venni 3 színt, és akkor abból például lehet 3-ból különböző féle színű, ez pedig csak egy ilyen virágfüzér. Tehát lehet egy piros, egy sárga, pontosan, egy zöld, többféle színű. Tehát ez például mondjuk egy ilyen havai jelmez, és ennek is ennek tütő az alapja. Igen, akkor nézzünk még másikat is, jó? Akkor itt van egy cica. Ez a cica? Ez a fekete, igen, cica? Igen. Ez egy fekete cica, ez egy póló kell, és mondjuk mit tudom, a fülét meg a farkát meg lehet csinálni, mondjuk valami zseniliából. Ez a farka, ez például ilyen kis szőrösnek tűnik. Igen. Hát például most már vannak, szerintem ilyen boa is lehet például. Igen, lehet, igen, kapni boákat, igen, és igen, ezeket, igen, hol érdemes beszerezni? Vagy egy sál, hát ilyen kellékes boltokba. Mondjuk ez konkrétan, ez most egy ilyen nagyon profi dolog, de én azt gondolom, hogy igazából egy hurkát is, vagy bármit ki lehet tömni, tehát egy ilyen rugalmas anyagot, azt meg ugye textilboltban, ilyen fület meg lehet kapni készen. Szerintem ilyen pántot, aminek van füle, de hogyha csak egy fejpántra megint filcből az ember rátesz 2 tült, akkor szerintem az már elég. Hát valószínűleg érdekesebb a gyerekeknek is, hogyha, igen, ők maguk készítik, igen, ezt, igen, el. Hát a tütüt azt meg tudja csinálni mindenképpen, és akkor, igen, hát csak annyit ki kell még festeni. És mondjuk a farkába érdemes egy drótot beletenni? Hát érdemes, de szerintem jobb, hogyha ő így meg tudja úgy fogni, ahogy gondolja. Hát az nehezít, ügyesebb szülőnek érdemes drótot is beletenni, mm, szerintem, és akkor kicsit meghajlítgatni. Na, nézzünk egy másikat, jó? Ezt ide teszem. Itt egy másik. Ez, igen, ennek mondjuk egy kicsit bonyolultabb a tütője, de simán meg lehet csinálni ebből is, amit most kipróbáltunk. Hát ez meg mondjuk egy méhecske. Ennek mondjuk lehet egy sárga vagy egy fekete tütője, és akkor csak egy csíkos póló kell hozzá, meg megint ugyanez, hogy akkor a hajráfra valamit még drótból például meg lehet csinálni, hogy a két csápját, nem is tudom, mi van a méhecskének. Tehát, hogy ez például szerintem megint ilyen viszonylag otthon házira könnyen kivitelezhető. És trikó rá a tütő. Igen, pontosan. De tulajdonképpen mindnek a tütő az alapja. Igen, de csíkos trikó is lehet. Hát ez egy madárijesztő. Hát ez valami csodálatos. Igen. Nyilván ez egy kicsit több tül kell. Tehát mondjuk ez nagyon pici kislány, de az, hogy mondjuk leérjen neki földig, azt gondolom, hogy legalább kell egy ilyen 50 centi. Tehát sokkal hosszabbra kell várni. Igen, pontosan. Tütő. És akkor ez is lehet több színű. Hát ez is van egy művirág margarita. Szerintem ez például fel van húzva egész a melléig. Igen, én is úgy látom. Tehát lehet, hogy nincs is alatta semmi. Nincsen, igen. És akkor csak egy szalaggal be van akasztva még a nyakába. És ezeket a gyerekekkel készíted?
Hát a tűtűt azt most a gyerekekkel készítettük, igen. Mondjuk ennyire nem, tehát egyetlen egy helyen csináltuk most nagyon komplet jelmezt, az nem tűtű alapú volt, hanem az már a Pinocchio volt, és ez egy másik. Hát ez mondjuk szerintem színes papírból, vagy megint filcből, ez egy páva, ki lehet vágni akkor a hátuljára, a tollokat. És a tütőre kell így rátenni? Szerintem igen. Igen, ez nagyon szép. És akkor ez is lehet ugye, hogy nem csak egyszínűből, hanem mondjuk kékből, meg igen, zöldből. Hát ez Audrey Hepburn. Gyönyörűséges. Igen. Gyönyörű. Igen, van itt még van, egy. Van királylány, ez megint hosszabbból van, hosszabb több színű. Tütőből. Igen, igen. És akkor ezt ki lehet egészíteni igen, egy kis top dologgal. Szerintem az általában szokott otthon lenni, és akkor megint ugyanúgy meg lehet csinálni, csak hosszabbra. Ez is megint ilyen több színből. Teljesen házilag elkészíthető. Ja, abszolút a korona is. Koronát papírból is igen, meg lehet igen, csinálni. Igen, igen. Hello Kitty. Ó, hát Hello Kitty, ez most nagy sláger a lányoknál. Igen, igen. Tudom. Hát ez is szerintem ez egy ilyen kis top. Igen. És akkor rajta van a kis... kis cica. Igen, igen, meg egy masni még a hajába, az meg szalagból. Teljesen otthon elkészíthető. Szóval ezeket, igen, ezeket mind meg lehet csinálni. Ezek csodálatosak, és beszéltél nekünk a Pinocchióról is. Igen, az pedig, annak is... Hol foglalkoztál ezzel? A Katona József Színháznak igen. Most van egy Pinocchio gyerek előadása, és akkor arra az előadás előtt egy januári napon, délelőtt a gyerekek jöhettek Pinocchio jelmezt készíteni, és ez azért volt érdekes, mert már beneveztek fiúk is. Tehát ez egy családi nap volt? Hát a szülőket, tehát a szülők beadták a gyerekeket, és igazából ők visszajöttek értük. Hm. Tehát hogy igazából azt kértük, hogy inkább a gyerekek tudjanak önállóan dolgozni. Ez nagyon jó ötlet, Újpesten is meg lehetne csinálni többször. Igen, igen, igen. Uh-huh. Tehát ez ilyen regisztrációs, tehát hogy pont azért tudjunk a gyerekekre készülni. És akkor ott például az úgy történt, hogy a gyerekek maguknak kiszabták a filcből a mellényüket. Mindegyik gyerek saját magának. Nyilván arra is készültünk, tehát minden gyereknek volt méretre szabás minta. Tehát a gyerek csak annyit csinált, hogy fogta a szabás mintát, körülrajzolta, kivágta, és akkor megmutattuk, hogy hogyan kell összevarni. Nézzük, hogy ez például micsoda. Én igen, ez nem pedig látom, az orra. Ez az orra. Ez az orra. Illetve ez még az orrának, tehát magának az előkészítésnek az első fázisa. Mert hogy ugye azt szerintem a Pinocchio jelmeznek a legnehezebb része az az orra. Tehát hogy mindig azt szokott gondot okozni a szülőknek, hogy ezt miből csinálják, mert egy mellényt előbb találnak otthon. Szerintem a gyereket Pinocchionak elég könnyen fel lehet otthon öltöztetni, csak uh-huh. Hogy ugye miből legyen az orra. És nő közben az orra? Hát, az azért egy nehéz kérdés. Ez csak a tapétaragasztó bekeverve igen. Ezen a képen, de nézzük itt látszik csak. Akkor például, hogy hogyan kell megmintázni az orrát. Tehát hobbiboltba lehet kapni, itt kétféle is van, hobbiboltba lehet kapni olyan gyurmát, ami hőre keményedik, vagy levegőre keményedik. Tehát 24 óra alatt egyszerűen megkeményedik. És akkor csak meg kell mintázni egy orrot, ezen a képen az látszik, hogy kétféleképpen is lehet. Tehát rá lehet tenni egy maszkra, és akkor egy ilyen picikét csinálni, meg lehet egy ilyen nagyobbat is. De az lényeg, hogy valami orrot meg kell mintázni, és meg kell várni, hogy megszáradjon. És akkor utána jön tulajdonképpen a tapétaragasztó, felvágjuk. Hát ez a papírmasé technika. Felvágunk akkor egy újságpapírt, és elkezdjük a tapétaragasztóba bemártogatni a csíkokat, és erre csak rátesszük. Érdemes egy alufóliát azért rátekerni, vagy valami folpakkot, hogy könnyebben le lehessen húzni, és akkor elkezdjük rápakolni, és akkor ez ráragad egymásra. És a tapétaragasztót azt ide kell tenni? Rá a mintára. Uh-huh. Tehát, hogy igazából igen. A mintára elkezdjük rátenni, hát ezen a képen valamennyire látszik. Igen, nézzük, mutassuk. Igen, igen, igen. Ez most így? Hát igen, itt vannak a felvágott csíkok, papírcsíkok, amiket pakolgatunk már az alap megformázott orra. Ez az, itt van igen, még, igen, belőle még egy. Hát ezek vannak fel a neten, hogy kell papírmasét csinálni, de tényleg nagyon egyszerű. Tehát van egy mintánk, és arra elkezdjük igen. Pakolni a papírt. És akkor egymásra ragad, és le lehet venni már egy kicsit, amikor már így kicsit megkötöd, de még nem száradt meg teljesen, ezek már a kész orrok, ezek már ott vannak a színházban. Igen, mert ezt azért megcsináltuk igen. A gyerekeknek előre. És akkor tulajdonképpen ők már csak annyit csináltak vele, hogy ők festették be, meg egy kicsit megcsiszolgatták, meg levágták méretre. És akkor kell bele egy gumi, be kell festeni mondjuk akrilfestékkel. És akkor azt megint mondjuk ide két oldalára? Igen, azt csináltuk, igen? Hogy végül is két oldalára, és akkor a gyerekek eldönthették, hogy akkor ők mit szeretnének, tehát mit gondolnak erről, hogy ez most a Pinocchionak a saját orra, ami kinőtt a testéből, vagy pedig, hogy faszínű eleve, tehát, hogy ő döntötte, hogy most bőrszínűre festi, vagy faszínűre. És akkor nyilván ezt még lehetne variálni, hogy lehet bele például ágat tenni, így levéllel. Bibircsókot is. Igen, igen, és akkor lehet belőle boszorkány lesz. Igen, 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 és akkor vannak még képek, amikor már az látszik, hogy a gyerekek hogy csinálják, tehát, hogy mit kezdtek még ott vele. Tehát például ez a kislány levágja az Eszter. Igen. Levágja, és akkor van olyan kép, amikor meg már látszik, hogy
hogy gyakorlatilag milyen a vége. Itt többféle méretben is van. Ez egy kisebb. Ez egy egész kicsi. Igen, igen. És akkor itt látszik is, hogy mit csináltak még a gyerekek. Tehát itt a mellény, ott az orra, meg a sapka. De mondom, ez szerintem majdnem mind van otthon. Ha még sincs otthon, akkor mondjuk ilyen dekorfilcből a mellényt, ezt elég könnyen meg lehet csinálni. És ehhez van egy külön szabás minta? Igen, de hogy ezek a szabás minták is azért ilyen nagyon egyszerűek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy kicsit ügyesebb háziasszony, ezt meg tudja csinálni. Tehát, hogy... Adj egy tanácsot, mondjuk itt egy ilyen kis filconyag, és akkor így két oldalt kivágjuk. Pontosan a karját ki kell vágni, meg a nyakkörét. Nyakkörét, igen. És akkor nyilván a hátulja egy darabból van, az eleje meg két darabból. Kettő. Ugyanazt igen. megcsinálni még egyszer, pontosan. Csak szétvágni középen. Pontos, azt is lehet, igen. És akkor a filc meg azért könnyű, mert ott vágod le, hogy akarod, és gyakorlatilag épp széle marad, tehát nem fog foszlani. Az egyik az fehér színű, ez pedig már sötét színű. Igen. Hát itt már komplett van, és akkor még volt, fel voltak rá két gombot. Azt úgy csináltuk, hogy az előadásban Hamon Péter a Geppetto, és akkor ő hozta a gyerekeknek a gombot, mintha ő faragta volna. És azokkal a gyerekekkel foglalkoztál, akik az előadásban benne vannak? Tehát nem, ők a nézők volt. Ők csak a nézők. Tehát így lett meghirdetve, gondolom. Hát aki Pinokkió szeretne lenni a farsangon, az akkor jöhetett, és akkor megcsinálhatta magának a jelmezét. Tehát, hogy pont nem a szülőnek kellett. Tehát ott nálatok saját magának, és ehhez adtátok az alapanyagokat. Pontosan. Is. És most hallom is, hogy a kislányok például használják a sapkákat, tehát már több szülő jelezte vissza, hogy például ezt a sapkát ők használják. Utcára. Igen, abszolút. Uh-huh. Abszolút, tehát hogy még úgy tehát tudják is használni. És akkor persze volt, aki Pinokkió lett aztán a farsangon. Itt meg megint látszik egy orr. Hogy ez hogy néz ki. Igen, nagyon-nagyon aranyos. És nem viszonylag könnyű megcsinálni. Annyira még, hogy ki kell majd így alul vágni, hogy a gyerek tudjon azért levegőt venni. Igen. De az se látszik. Nem az alján, nem látszik. Meg a papírmasé, hogyha megkeményedik, akkor azért elég jó. Tehát ilyen tartós, elbírja a gumit. Nagyon jól néztek ki. Mikor jöttek a szülők, akkor az volt, hogy általában nem ismerték meg elsőre a gyereküket. Tehát kellett pár másodperc, igen, amíg. Szóval szerintem Pinokkiót is elég könnyű otthon csinálni. Ez fantasztikus, és szerint úgy tudom, hogy vannak felnőtteknek szólók. Igen, egy pár ötletet még. Megkeresem, hogy mi van még itt nekem. Mondjuk tehát ugyanúgy még macska is lehet felnőtt. Igen. Ja, igen, ez pedig, hogy amikor, ja, igen, ahogy a mellényt szabták. Igen, amit az előbb megkérdeztem. Igen, ez egy kisfiú például, aki ezt nagyon komolyan vette. És azért nagyon nagy dolog, hogy kisfiúkat is rá lehet venni. És mindig megcsinálta. Igen, igen. Igen. Hát ez mind még a Pinokkióhoz tartozik. Igen, hogy szabták. Viszont felnőtteknek is vannak jelmezötleteid, ha jól tudom. Hát egy párat még hoztunk. Igen, na nézzük meg. Hát ez nagyon szép. Na hát ez például egy sárga ruha, meg egy fejdísz, és akkor ananász lesz belőle. Ez már egy kicsit szerintem ilyen ügyesebb felnőttnek való, de szerintem egy vastagabb kartonból, vagy például egy olyan papírból, ami ez a színes ilyen fénymásoló papír, abból szerintem meg lehet csinálni, ki lehet vágni így a... És akkor én szerintem ezt is föl lehet tenni mondjuk egy hajráfra például. És hozzá egy kis szemüveg. Igen, azért is kéne, hogy könnyű, tehát hogy könnyű legyen papír, hogy azért elbírja a hajráf. Sárga ruhája meg mindenkinek van otthon. Igen, hát ha nincs, akinek van sárga ruhája, ez annak való. Na, nézzük. Ez egy úszógumiból lehet csinálni ilyen, hogy hívják ezt a sütit, most nem is ott eszembe. Danetsz, vagy... Jól mutatom? Igen. Ez egy úszógumit föl lehet díszíteni, mondjuk egy egyszínűt. És milyen ragasztóval ragasztunk rá? Hát nyilván ez most már ilyen hobbi ragasztóval, de itt csak annyi van, hogy akkor ez mondjuk lehet, hogy nem lesz már használható, mint úszógumi utána, vagy akkor így fog kinézni. De ezek a kis cukorkák rajta megint föl lehet vágni, szerintem ilyen... Jaj, most nem fog eszembe. Na mindegy, szerintem össze is lehet tekerni mondjuk egy filcet, és akkor tud ilyen lenni. Hát ragasztópisztollyal inkább szerintem az a jó, mert az jól megköt. Az a lényeg, hogy meg kell azért nézni, hogy mondjuk nem oldja-e fel a műanyagot, de általában nem szokta. Na, ez például, ez egy előadásból van. Ez egy előadásból. Ez a Szegedi Kortárs Balettnek a Hattyúktava előadás a gyerekeknek, és itt például a béka miatt hoztam, mert azt is meg lehet házilag csinálni. Igen. Hogy egy ilyen stretch nadrágot ki lehet tömni például így a combjának. Tehát így két oldalt szivacsal mondjuk? Például, de lehet, igen? És az a jó, hogyha mondjuk hogy be kell szerezni az egy zöld trikot, meg valami zöld nadrágot, ami rugalmas. Igen. És akkor ezt ki lehet tömni, és akkor itt van egy zöld úszósapka, egy ilyen úszószemüveg, meg béka talp.
Tehát olyan az a jó, hogy szűk a stretch nadrág, vagy kicsit legyen bővebb? Hát inkább csak az lényeg, hogy meg lehessen azt csinálni, hogy mondjuk ki lehessen tömni a combját. Ez a béka comb igen. És az is lehet, hogy bővebb, és akkor alul mondjuk össze kell kötözni egy kicsit. Nagyon édes. Na nézzük, mi van még itt. Hát ez például ez szerintem egy róka, igen, amit meg lehet csinálni egy kislány kabátjából. Ugye rá van varva egy kapucni, de az is lehet, hogy van alatt egy pulóver, és akkor azon van a kapucni, van két fül, és a kabáthoz meg hozzá van illesztve a farka. Hát azt is meg lehet csinálni végül is házilag. Persze, igen. Kicsit igen. Ki kell gondolom. Igen, mondjuk ez most megint nem felnőtt, hanem így bekeveredett a gyerek. Ez például a velencei karneválon egy ilyen komolyabb. Itt is egy komolyabb dolog. Igen, ez egy Van Gogh. Hát ezt csak így értekességnek hoztam, de hát ott nagyon sok ember ugye a saját maga készítette jelmezbe van. De hát azok az ötletesebbek. Igen. Ez megint gyerek, Luffyból. Ó, hát ez nagyon-nagyon jó. Ez egyik ugye a szőlő. A szőlő, igen. Igen, és akkor itt is egy ilyen papírból meg lehet csinálni a fejdíszét, és hát a másik az pedig ugye egy erőművész. És a szőlőnek például, tehát hogy csináljuk meg a végét a luffinak, ezt a kis pici pöckét, amit ahol föl kell fújni, tehát azt kell rávarni a ruhára? Szerintem igen, hogy föl, tehát igazából vagy föl kell rögzíteni mondjuk egy pólóra, vagy valamire. És de hogyha az ember beáldozza a pólót, akkor rúgat is vághat rá, és akkor rákötözi. Tényleg ez is tehát egy nagyon jó ötlet. Tehát akkor mondjuk azt nem lehet már többet használni, de valószínűleg. És hát akkor itt meg egy csíkos nadrág. Igen, és kész. Hát meg két, egy ilyen újatlan póló, meg egy hosszú, de úgy hiszem ez is viszonylag egyszerű. Na, igen, ez is nagyon aranyos. Igen, ez egy előadásból van, ez egy felnőtt, ez megint egy előadásból van. Ez a nyalóka volt, ez egyik előadásban, de ez sem olyan nehéz megcsinálni, ez meg kell egy kis varrástudás. Ez egy olyan anyag, ami ilyen, hát ilyen nagyon sokszínű, ilyen stretches anyag, és akkor föl lehet tekerni megint egy ruhára, és akkor ez a csavart nyalóka lesz belőle. Nagyon-nagyon ötletesek ezek a jelmezek. Ki mennyire elszánt, ez már csak azon múlik. Itt voltál velünk, nagyon köszönjük. Szívesen. Úgy tudom, ezt még mondjuk el gyorsan a nézőknek, hogy szervezel nyárra jelmeztábort is. Igen, hogy már tavaly volt a Bajorgizi Színész Múzeumban, a Katona József Színházban, és az ilyen jelmeztervezős tematikára épül. Tehát, hogy gyakorlatilag, mint ilyen kulturális kalandozás, de ilyen ilyen jelmeztervező szemüvegen keresztül, és akkor ott csinálnak mindenfélét, maszkot, báli ruhába öltöztetünk ilyen papírbabát például, vagy így ismerkednek így az alaptextil fajtákkal a kislányok, és akkor azokat párosítják így ruhákhoz, sorrendbe rakjuk így nagyjából, hogy azért valamennyire az öltözködés történetet így átlássák. És akkor így egymásra épülő feladatok vannak egy héten keresztül. Annak a vége szintén a tütű készítés. Gondolom, igen. Mert az nagyon nagy sláger. Kedves Andrea, köszönjük én szépen, köszönöm. Ennyi fért a műsoridőbe, és remélem, szépen. Majd az újpesti gyerekek is jelentkeznek erre a táborra. Én is remélem.